Az Idália hurrikán 4-es fokozatúra erősödött, viharos széllel és heves esőzéssel érte el Florida partjait. A hatóságok életveszélyes, akár 4,5 méteres hullámokra, áradásokra figyelmeztetnek, megkezdték a lakosság evakuálását. Az Idália útvonala várhatóan az állam középső részét, köztük olyan városokat érint, mint Tampa és Orlando. Miután áthaladt Floridán, a hurrikán valószínűleg a georgiai és karolinai partok mentén haladt tovább. A viharzóna lecsapott Kubára is, hatalmas áradásokat okozott.